Köszöntöm, légy szíves, gyere, és akkor meséld el nekünk azt, hogy ami a szívedben van. De hát nem. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, az Úr áldjon meg benneteket. Roland úgy fogalmazta meg, hogy amikor erdődre jön, akkor ő már hazajön és otthon érzi magát. Isten kegyelméből megfordultam már jó pár gyülekezetben, és itt tudtam első perctől, ahogy csak elkezdődött a szolgálat, anélkül, hogy feszélyezve éreztem volna magamat, úgy dicsérni Isten, mint otthon. És az nekem most jól esett megélni, úgyhogy én is itthon voltam most, és itthon vagyok. Köszönöm szépen! Életemben, mióta keresztény vagyok, a pünkösdöt most élem meg először felházba. Halleluja! Hát... őrült lennék, hogy úgy menjek haza felházból, hogy nem töltekeztem be Szent Lélekkel. Újból. Halleluja! Szeretnék a bizonyságomhoz egy alapigét idézni nektek, egy történetből, egy eseményből. A Sámuel proféta könyvének 10. fejezetében van megírva, amikor Sámuel királyá keni Sault, és ad egy útbeigazítást neki, hogy hogyan haladjon, kikkel fog találkozni, mit vegyen el, és mondja, hogy majd megérkezel az Istennek a hegyéhez, és az Isten hegyéről proféták fognak lejönni, ott hangszerek vannak a kezükben, és profétálnak. Majd köztük mész. És nagyon szeretném a segítenének kivetítni a 6-os versét, mert az lenne az alapigém. Akkor majd köztük mész, mondta. És akkor megszállt téged az Úr lelke. Velük együtt profétálsz, lévület bekerülsz, és más emberé leszel. Halleluja! Szeretnék nektek egy röviden, meg nagy léptekbe fogom megtenni a bizonyságomat, mert mindenkinek, nektek is, ugye, hogyha elkezdtek részletesen menni, akkor hosszú lenne, és inkább nagy vonalakban mondom el. Egy olyan családból származom, ahol édesapám vállalkozó volt, és egy elég jól menő vállalkozása volt kőműves szakmában, és nagyon-nagyon jól nagy pénzeket keresett. Volt több, mint 20 embere is a keze alatt, aki dolgozott. Annak idején mondhatnám, hogy a legmenőbb ember volt akkor apám úgy a romaságban, abban az időben. Hát nyáron úgy éltünk, mint hal a vízbe. Télen még, mint hal a parton. Köszönhető édesapám gondolkozásának, életvitelének. Apám minden pénzét, a nagy részét nőkbe költött el, szerencsejátékba, mulatozásokba, alkoholba. És ezeknek lett majd utána egy olyan következménye otthon, hogy anyám is lett az az életvitelű asszony. Hát ha így, akkor ő is iszik. És akkor ezekből utána nagy veszekedések, verekedések is lettek, és ma három lány testvére mi így nőttünk fel ilyen szférába. Hogy volt az életünknek egy olyan korszak, amikor néztem apámra, hogy milyen nagy ember, és utána pedig szenvedtünk otthon a lány testvéreim egy gyerekért. Nem tudtuk hova bújni, hogy ne halljuk a... És ráutáltam az édesapámra, meggyűlöltem őt. Azt mondtam, soha az életben nem akarok olyan ember lenni, mint ő. Eldöntöttem gyerekként, hogy nem leszek olyan, mint édesapám. Ha családom lesz, én nem leszek olyan, mint ő. Nem sikerült. A familiáris ártok urá lett az életemen, kötelékek, és ez ártokként megült rajtam is. Köszönöm szépen. 13 évesen erdődön lett belőlem aktív alkoholista, egy kirbájon, falunap. Rászoktam a dohányzásra, és elég volt egy este, hogy aktív alkoholfogyasztó legyek, dohányos. Korsmában töltöttem el, bulikba, diszkókba töltöttem el az egész kamaszkoromat. És olyan színvonalon üztem az alkoholfogyasztást,
hogy megtudtam én úgy egy fél liter alkoholt, hogy bementem a lakásba, és a szüleim nem vették rajtam észre, hogy ittam. Tehát ilyen színvonalon bírtam fogyasztani az alkoholt. Volt két nagyon szoros barátom, akikkel, akinek pénze volt, az fizetett, és meg tudtunk egyezni. Mindig kikerült az alkohol. Nagyon fiatalon megismerkedtem a feleségemmel, és elkezdtünk barátkozni, járni, és tudta, hogy kivel kezd ki, tudta, hogy milyen emberrel kezd ki, milyen fiúval, csak neki az volt az agyában, hogy ő van olyan ügyes, hogy megváltoztat engem. Van olyan ügyes, hogy megváltoztat engem, hogy én ne legyek ilyen ember. Majd akkor, ha hozzám jön feleségül, ő meg fog engem változtatni. Így, hogy járunk, még belefér az az életvitel, de ha hozzám jön, ő megváltoztat engem. Nem sikerült neki. 19 éves voltam, ő 16, amikor összekerült, nem házasodtunk, szöktünk. Nem tudom, nálatok ez ismerős, hogy fogjuk, megyünk. Jöttem, láttam, vittem. A házasság az az Úrban rendeződött. Megnyugtatlak benneteket, rendezett a házasságunk. Az Úr szerint. Elszöktünk, és még rosszabb életet éltem. Édesapám nem volt verekedős ember soha. Ilyen téren nem volt vele baj. Én az is voltam. Korsmai balhék, rendőrségi ügyek, és minden így összegyűlt már fiatalon a fejem fölött. A feleségem megszülte a gyereket, ugye, mert ehhez nem kellett sok idő, hamar jött a gyerek. És képzeljétek el, 9 hónapos volt a kislányom, amikor megszületett a kislányom, 9 hónapig egy lakásban éltünk, de én nem láttam a gyermekemet. Csak addig, míg felkeltem. Én reggel 10-kor kimentem a lakásunkból, úgy, hogy meg az alkohol hatása alatt voltam, és éjfélbe, 2 óra, 3, 4, mikor hogy érkeztem haza, de hularészegen, és ez 9 hónapig így folytatódott. Tehát 9 hónapos volt már a kislányom, amikor én még nem fogtam a kezembe. Nem játszottam vele. Nem puszilgattam. Nem szeretkedtem. Mert a baráti kör fontosabb volt mindenél. A szórakozás, a mulatság fontosabb volt mindenél. És a feleségem még feladta, látta azt, hogy nincs kiút, kiállt, azt mondja egy este, felnézett a gyerekkel a kezében, mert a szülei is az alkoholfogságában voltak, én is, az én szüleim is. Ő kiállt a gyerekkel, felnézett az égre, és kiáltott Istenhez, hogy csinálj már valamit, mert így hova menjek. És Erdődön akkor létrejött a gyülekezet. Én még nem voltam, ő elment, jöttek testvérek, barátom, és elvonszoltak szó szerint a gyülekezetbe. Ahogy a Georg testvére mondta, egy deszkából, fából összekovácsolt kis sátor volt, az nekem mai napig a szent sátor. Az az a hely, ahol én betettem a lábomat, és az Úrnak a lelke rám szállt. A kedves pásztor testvér fogalmazott az elején, nem kell évekig kilógni a bűnökkel, mert ami évekig nem ment a feleségemnek, nem ment nekem, az Isten szellemének egy szempillantásba került, rám szállt Isten szelleme, én egy szempillantás alatt szabadultam meg a dohányzástól, az alkoholtól, a mulatozástól, attól az életviteltől, Isten szelleme rám szállt, betöltött, és onnantól más ember életem egy szempillantás alatt. Hazamentem, mint aki a levegőbe járt, ami a feleségemnek nem sikerült, a Szentléleknek sikerült. Az Úr szellemének sikerült, ami nekünk emberileg nem ment, az a Szent Szellemnek egy szempillantás alatt működik. Rászáll az Isten szelleme, és onnantól kezdve más emberé leszel. Van egy olyan megfogalmazás, elmélet is, hogy megváltozhat az ember sok mindenből, de a jelleme az nem változik meg. Én ezt megcáfolom. A Szent Szellem jelenformáló is. A részegesből lesz józan ember. Egy alkohol tartottam meg az életemben, amit mai napig is szeretek fogyasztani, az a bor. És azt is csak kurva csorázáskor. Amikor az Úr véréről van szó. És azt is úgy szeretem alkalmazni, hogy rámutat nekem arra,
hogy Jézus mit tett értünk, hogy mit tett értem, hogy hogyan változtatott meg. Tehát ilyen módon gondolok az alkoholra, amikor ránézek, akkor az engesztelő áldozatot látom a magam életében, hogy mi tett értem Isten, hogyan váltott meg engem, a családomat. Amen. Van két-három tényező, elvárás az igében, hogy hogyan lehet szerteni az Isten szent szellemére. Tegnap Tuzséron voltunk Isten tiszteleten, ezzel foglalkoztunk, és szeretném nektek itt a végén záró gondolatként megfogalmazni, hogy miről is szól a pünköst. Nekem a pünkösd ez, ha a pünkösd nyomot hagy bennünk. Ha a pünkösd nyomot hagy bennünk. Ha a pünkösd nem hagy nyomot bennünk, akkor nem történt semmi. Akkor nincs is pünkösd. Én azt olvasom az Apcsák 2-ben, hogy abban a 120 ember volt a felházba, olyan nyomot hagyott, hogy kiálltak Jeruzsálembe, és fejér tetejére forgatták az egész Jeruzsálemet. A pünkösnek nyomot kell hagynia bennünk. Meg kell lássák azt, hogy bennünk történt valami. Mi ez? Mert álltak értetlenül a dolog felül. Mi ez? Nyomot kell hagyjon a pünkös bennünk. Attól pünkösd a pünkös, hogy nyomot hagyott bennünk az Úr szellemének a munkája. Kiálltak és beszéltek arról, hogy mit tett értük Jézus Krisztus a kereszten, és hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. És ez a Szent Szellem, amit itt látok, nem mondott új dolgot Péter. Csak Joelt idézte, Joel prófétát, és azt, hogy Jézus feltámadt a halálból, de a Szent Szellem pedig elkezdett szolgálni. Belegondoltatok abba, hogy Isten szíve szerint az egész Jeruzsálemre kitöltette volna a Szent Lelkét? De nem töltötte ki. Nem az egész Jeruzsálemre töltötte ki, csak arra a helyre, ahol az ő tanítványai összegyűltek. Ahol várták őtet. Nem Jeruzsálemre lett kitöltve a Szent Lélek, hanem a tanítványokra. És kérdeztem Tuzséron, hogy ha az Úr szellemét várnád, hogy betöltsön, te melyik helyre menél el? Tuzséron, melyik helyet választanád? Hol ülnél le? Hol várnád a Szent Lelket? Ti hol várnátok? Meg vagy győződve, hogy ez a hely az a hely? Ha Isten mégis elkezd cselekedni, akkor itt fog. Meg vagy győződve benne, akkor meg könnyű dolgod van. Így ültek. Hogy ültek ott a Szent Szellem és betöltötte őket. Amen. Három dolog van, és ezzel zárom, hogy hogyan lehet szerteni a Szent Lélekre. Péter apostol azt mondta, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, és veszitek. Egyik feltétel. Elfordulni a bűntől, a világtól, várni. Másik feltétel. Azt mondta Jézus, ha ti gonosz létetekre tudtok jókat adni. Mennyivel ad inkább az én mennyi atyám? Mit? Kinek? Akik? Második fel. Kérjed! Apcsel 5, azt mondja Péter, és Isten azoknak adja az ő szellemét, akik engedelmeskednek neki. Akik engednek neki. És ez a harmadik feltétel. Nem csak úgy megy, hogy itt a Szent Szellem, és élek istentelenül, élek világi módra, mert nincs összhangban Isten igéjével. Megtérek, és veszem a Szent Szellemet. Kérem, és betölt. Engedelmeskedek neki, és betölt. Amen. És az Úr szelleme rám száll, és onnantól kezdve más emberé leszek. Kívánom te szívemből, hogy ilyen módon, ilyen emberek legyetek, hiteles emberek, akikben a Szent Lélek a pünkös nyomot hagyott. Az Úr áldjon meg benneteket.